A Videoton FC a felkészülés első két napját hazai környezetben Székesfehérváron teljesítette. Hétfőn és kedden délelőtt a szezon rajtkor megszokott orvosi vizsgálatokon estek át a Videoton FC labdarúgói, délutánonként pedig a Sóstói stadionban vezényelt edzést Paulo Souza vezető edző. Az első két napon egyébként aktívnak bizonyult az átigazolási piacon is a Vidi, két labdarúgóval bővítette keretét a piros-kék gárda. A fehérváriaknál folytatja a 42-szeres válogatott támadó Torgele Sándor, aki az ősszel a Honvéd együttesében szerepelt. Szintén Székesfehérváron folytatja pályafutását a brazil védő Jeff Silva, a 25 esztendős labdarúgóval 2,5 éves szerződést kötött a klub, míg Torgele 3,5 évre írt alá a székesfehérváriakhoz. A Videoton FC a kétnapos hazai munka után szerda reggel elindult a spanyolországi edzőtáborba, ahol Paulo Souza vezetőedző szerint minőségi munkát végeznek majd a piroskékek. It's already done. Everybody went in holidays. Ahogy közismert, mindenki szabadságon volt. Úgy látom, a játékosok jó állapotban tértek vissza, készültek a szünetben is, formában kellett maradniuk a közös munka megkezdéséig a spanyolországi edzőtáborra, ahol a minőségi munka a szokott dinamikával, intenzitással folytatódik majd, hogy készen álljunk a tavaszi szezon kezdésre. Az edzőtábor fontos időszakot jelent a klub életében is, mivel nagy külföldi klubok ellen szerepelhetünk, és ez nem csak annyi, hogy a csapat és a játékosok egy erősebb mezőnyben versenyezhetnek, mert ezt már a közeljövőben el szeretnénk érni, hanem azért is jó, mert lehetőségünk lesz kapcsolatba lépni velük, megismerni és kicserélni a gondolatokat a gyorsabb fejlődés érdekében, ami arra a szintre emel minket, amit megcéloztunk. A szerda reggeli induláskor a Sóstói stadionban, a Székesfehérváron, illetve a környéken lakó labdarúgóknak kellett megjelenniük, a fővárosban élő játékosok a Liszt Ferenc repülőtéren csatlakoztak az együtteshez. Ami a Sportpercek stábjának feltűnt, a Székesfehérváról induló buszon nem volt ott Nagy Dániel, így könnyen elképzelhető, hogy ő távozik Székesfehérvárról.